Sziasztok! Nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy mi nők kis angyalkák, szentek vagyunk, és csak a csúnya, gonosz, erőszakos férfiak lehetnek lelketlen sorozatgyilkosok. A történelemben igen sok nő tett szert olyan hírnévre, amit vérrel alapozott meg. Szemrebben és nélküli férj és szeretőgyilkosságok, kórházi ápolónők, akik örökre elaltatták a betegeiket, és még nem beszéltem az angyalcsinálókról és a profi méregkeverőkről, de azokról se feledkezzünk meg, akik pusztán élvezetből vagy nyereségvágyból követték el szörnyű tetteiket. Most nyíljanak meg a magyar kriminalisztika női sorozatgyilkos aktái. Sziasztok! Az évszázad bűnügyeként kezelte a korabeli sajtó a tiszazugi méregkeverő asszonyok ügyét. 1929-ben 28 embert állítottak a bíróság elé, akikre összesen 162 gyilkosságot tudtak rábizonyítani, de léteznek olyan becslések, ahol már 300 áldozat szerepel. A megdöbbentő bűnügy felkavarta az egész országot és meg sem állt a külföldi sajtóig. A New York Times-ban 15-ször írtak a magyar fekete ruhába bújt, ördög ilyen gonosz vén boszorkányokról. Tiszazugnak az Alföld közepén elterülő tájegységet nevezzük, amely a Tisza és a Körös folyó között helyezkedik el. Számos pici városka, falu és tanya található arrafelé, amelyeknek a lélekszáma nem túl magas. Az első mérgezések 1911-ben történtek, de ki és miért kezdett el gyilkolni? Nos, az arzénes mérgezések ötletgazdája és kulcsfigurája, Fazekas Gyuláné Olá Zsuzsanna, nagyrév bába asszonya volt. Ő fedezte fel, hogy a légyfogó papírt vízbe áztatva arzént lehet nyerni, amellyel más élőlényeket is a más világra lehet küldeni. Nos, a nagy mesélőt Móricz Zsigmondot is foglalkoztatta a nem mindennapi eset. Az író a Nyugat hasábjain megjelenő tiszazugi méregkeverők című cikkében azt taglalta, hogyan jött rá Fazekasné, hogy a légypapírból kivonható az arzén. Történt egyszer, hogy Fazekas Gyuláné Zsuzsanna, a bába, egy beteg ágya szélén ült. Mivel idegesítették a körülötte szálló legyek, légypapírt kért a beteg hozzátartozóitól, amit viszont nem talált elég hatásosnak, ezért vizet öntött rá, hát ha a legyeket jobban odavonzzák a hideg vízcseppek. Mivel ez sem vált be, tellyel próbálkozott. Észrevett, hogy a házban lakó cica belefetyeli a legyekkel teli arzénes tejet. A bábának feltűnt a kismacska halála. Hazament, s a szobában a tányérról kiöntötte a legyeket a ház előtt. Egy kis csirke odajött, megette a legyeket, s a kis tarka csirke nem sokára elkezdett szédelegni. Azután megdöglött. Ez már szeget ütött a bába fejébe, leöntötte a tányérokról a légyvizet, és beletöltötte a kiskutya szájába. A kutya is megdöglött tőle. Hisz ez nagyszerű, mondta a boszorkány. Ez jó, ez kell. Csinált még ilyen légyvizet, visszament a beteghez, beadta neki, s az is megdöglött. A család megsiratta, meggyászolta, s örültek, hogy a jó Isten így segített rajtuk. Most már a bába egy zseniális találmány birtokában élet-halál urának érezte magát. Sok-sok évig, talán 10 évig is őrizte a titkát, amíg egyszer csak alkalma volt használt venni. Vége lett a háborúnak. Hazajött egy vak katona. A felesége gyűlölettel fogadta, mert már más szeretett, s megmaradt az ura házsártos rossz természete. Azt mondta a bába, mit kínlódsz vele? Nem szereted? Segítek rajtad. Adok olyan szert, amitől elcsendesedik, s ha 100 orvos nézi, akkor se derül ki semmi. Beadták borban az orvosságot, az ember gyomorbajt kapott. Orvost hivattak, az megvizsgálta, orvosságot rendelt. Megcsináltatták. Éjszakára a bába mézes pálinkát csinált, hogy jobban aludjon. Belekeverték az arzént, reggelre a beteg kész volt. Olvasható egy korabeli újság hasábjain. Fazekas Gyulánét a sajtóban Tiszazug ördöge és a halálbába névvel illették. Az ő központi szerepe nem véletlen. A falusi társadalomban a bábáknak szinte minden házba bejárása volt, a magzat elhajtástól a keresztelésig sok mindent végzett. De egyáltalán nem volt ő magányos elkövető. Valójában családi bűnszövetkezetről volt szó. A lánya csecsemőket gyilkolt, ugyancsak arzénnel, és a halott kém, aki évtizedeken át nem talált semmi gyanúsat, a váratlan halálesetekben szintén a családhoz tartozott. Ő volt a bába veje. Nyugodtan garázdálkodhatott, hiszen a lebukás veszélye csekély volt. Ráadásul a többi asszony sem köpött, aki arzént vásárolt tőle. No, megféltek is tőle, mert boszorkányos erőt tulajdonítottak neki. Akkor még szokás volt, hogy a fiatal lányok leendő férjét a családjuk választotta ki.
A nőknek nem volt beleszólásuk, kivel kell leélniük az életüket. A válás intézménye nem volt elfogadott, szégyennek számított, és nagyon bonyolult jogi hercehúrszával járt. Ráadásul az első világháború idején nagy réven szállásolták el a szövetséges hadifoglyokat, így az ott élő nők közül sokan szerezhettek maguknak egy vagy akár több külföldi szeretőt is, amíg a harcképes férjük távol volt. A bajok akkor kezdődtek, amikor a férfiak hazaértek a háborúból. Ugyanis elválni nehezebb volt, mint egy kis arzént venni a piacon. A mérgezéses módszer azonban nem csak a szerelmes asszonyok körében volt népszerű. Hamar felismerték, hogy a gondozásra szoruló idősektől, betegektől, a nem tervezett gyermekektől, vagy az öröklés miatt akár a szülőktől, testvérektől is megszabadulhatnak ilyen módon, hisz hiába tudta mindenki, mi zajlik a környéken, a hatóságoknak sokáig nem volt okuk gyanakodni, hiszen akkoriban gyakori vendég volt a halál akár az időseknél, akár a gyermekeknél, a haláleseteket pedig elszigetelt jelenségként írták le, így nem is vizsgálódtak különösebben. 1929. áprilisában a szolnoki ügyészség névtelen levelet kapott, amelyben arzénes mérgezéssel vádoltak bizonyos személyeket. Korábban is gyanították, hogy valami nincs rendben a környéken, de csak ezután a konkrét információkat tartalmazó levél után láttak neki a nyomozásnak. A folyamatos beismerő és terhelő vallomások után a csendőrök számára is világossá vált, hogy a bába fazekasné állatgyilkosságok hátterében. A faluban 17 asszony kihallgatását rendelték el. Négyen, amikor meghallották, hogy nyomozás indult, öngyilkosok lettek. Az első számú gyanúsított, a nagyrévei bába asszony fazekasné is megölte magát. Idézet következik. Aztán, mikor úgy volt, hogy mennek Zsuzsi néniért, mink meg rohantunk a csendőrök után. Elfordultak a sarkon, de a Zsuzsi néni leste őket. És akkor a kútnál volt elkészítve a méreg neki, úgyhogy olyan erős méreg volt, hogy mire odaértek, ott volt meghalva a kútnál. Aztán nem tudták elvinni, csak a temetőbe. Idézet vége. A kihallgatások után megkezdődtek az exhumálások. Az egész falu felbojdult, mindenki látni akarta, amint kiássák a holttesteket. Amíg a maradványokat boncmesterek vizsgálták, a halottak vérét Budapestre küldték. A vizsgálatok során megállapították, hogy az áldozatok nagyon sok mérget kaptak. A tiszazugi arzénos asszonyoknak a méreg volt a válasz a kínlódásra. A korabeli napilapok sem mentek el amellett, hogy Nagyrév más volt, mint a többi falu. Idézet következik. Rettenetes az, ami a tiszazugi falvakból eddig is kiderült, ahol a falu kútján etere felérő asszonyok nem arról beszélnek, hogy mennyit tejet is ad a szomszédék tehene, hogy mennyit kér el a szolnoki varga a Pista meg a Julis cipő foltozásáért. Nem. A nagyrévi falu kútjánál másról folyt a szó esztendőkön keresztül. Arról, hogy miképpen kell vízben áztatni a légypapírost, hogy méreggé változzék a kút vize. Macskán vagy csirkén jobb-e kipróbálni a mérget? Kávéval vagy kaláccsal kell lemegetetni a gazdát, a férjet, a magával tehetetlen öregembert. Alkonyat idején suttyomban, kötény alatt csempészték egymáshoz az üvegeket, a gyilkos arzént. A kapzsiság, az erkölcstelenség, az irítség, a gyűlölet, az önzés legrútabb kígyói találtak talajra a tiszazugi fertőben. Gyilkoltak egy félhold földért. Megmérgezték a férjet, mert vak és tehetetlen volt a nagy háború rokkant hőse. Az elhagyatott tiszazugi falvakban évtizedeken át ülte orgiáit a bűn. Nyíltan dicsekedtek a magzat elhajtásokkal. Pusztított a méreg, s maguk között titokban újabb és újabb gyilkos terveket főztek ki a tiszazugi asszonyok. Idézet vége. A tárgyalások 1929 és 31 között zajlottak, a vádlottak száma 31 fő volt, de ebből elfogásuk után 3-an öngyilkosok lettek, így csak 28 személy ellen indult eljárás, amit 12 külön tárgyalással zártak le. Érdekesség, hogy 28 elkövetőből 2 férfiak voltak. 3 esetben hajtottak végre halálos ítéletet. Kardos Mihályné Szendi Mária 2 férjét és fiát mérgezte meg, Csordásnét és Szabó Lászlónét pedig minimum 8 ember halálában találta bűnösnek a bíróság. 11-en életfogytiglani, 2-en 15 évnyi, 1 személy 10 évi, további 2 fő 8 évi, az utolsó elítélt pedig 5 évi szabadságvesztés kapott. 6 felmentő ítélet született, és 2 esetben ejtették a vádat. A bíróság minden elmarasztaló ítéletben figyelembe vette, hogy az áldozatoknak minden bizonnyal borzalmas kínokat kellett kiállniuk a haláluk előtt,
vagyis a későbbi boncolás kiderítette, hogy hatalmas dózis mérget kaptak. Már egy milligram arzén is halált okoz, de például egy idős úr esetében 9, még egy másikében pedig 12 milligrammot mutatott ki a vizsgálat. Utólag kijelenthető, hogy az asszonyok nem voltak tisztában az arzén tényleges hatásaival, és arról is tévesen voltak meggyőződve, hogy az orvostudomány nem tudja kimutatni a halál után a testből ezt a mérget. Hát ennyi lett volna a tiszazugi arzénes asszonyok története, amely nyilvánvalóan nem teljes, hiszen nem is lehet az. Hiszen akkoriban is lehet, hogy mostanság számos hasonló lelkületű bába asszony tevékenykedett a falvakban. A legfélelmetesebb azonban mégsem ez, hanem az ember élet értékének ilyen mértékű leegyszerűsítése. Ha nem válik hasznomra, pusztulnia kell. Ezzel pedig minden szomszéd, csendőr, ügyész vagy jegyző némán egyetértett, mert könnyen előfordulhatott, hogy legközelebb ő kerül hasonló helyzetbe, hogy valamelyik családtagja teherré válik. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!